Hallihó, üdv a csatornán, egy pikpak recept következik. Az ortasalátát szeretjük, de ha kicsit unod, akkor itt a megoldás. Egy egyszerűen, brutálisan egyszerűen összerakható új recept Koreából, amit imádni fogtok. Önmagámmal is megáll, köretként is megáll, salátaként is megáll, és ráadásul tényleg 15 perc alatt összecsapható, és zseniális ízek vannak benne, úgyhogy mutatom, hogy hogy készül. Az uborkát megfelezzük, és nagyjából fél centis darabokra vágjuk az egészet. Mehet bele egy tálba. Fogom a hagymát, szintén megfelezem, és lehetőség szerint minél vékonyabb szeletkékre vágom az egészet, majd ez is megy bele a tálba az uborkához. Jöhet egy gereszt fokhagyma, lezúzom, apróra vágom, dur bele a tálba. Új hagyma, zöld része. Vékony csíkokra vágom nagyjából 6-7 centisekre, de igazából tényleg ízlés függő, nem számít mekkora. Csíkok legyenek, ez a lényeg. Mehetek bele az ízesítők, cukor, barna cukor, szezámmag. Koreai paprika chips kellene bele, de egyszerűsítjük, és én a kedvencemet teszem bele, füstölt magyar paprikát. Szójaszósz, mehet bele a szezámola is. És nincs más dolga, mint hogy az egészet gyönyörűen összekeverem, és hagyom állni egy 15 percet, hogy összeérjenek az ízek, aztán már lehet is kóstolni, lehet enni. Bum bele, nagyon jó. Szóval akkor, kóstolás! Nagyon jó. Innentől kezdve jönnek a pikpak receptek, gyorsan, egyszerű alapanyagokból 15-20 perc alatt elkészíthető kaják, amiket imádni fogtok, garantálom, és talán bővülünk is egy kicsit, úgyhogy hurrá, hajrá, húzzunk bele, találkozunk, még ha tetszett, és akartok még ilyeneket, akkor iratkozzatok fel a csatornára, plusz dobjatok egy lájkot, mert abból tudom, hogy szeretitek. Találkozunk még, sziasztok!